A KNTH férfi kézilabda liga második fordulójában Hedo Bébron Gyöngyös Csurgói KK 29-29 a mérkőzést követő sajtótájékoztató következik. Köszöntöm a csapatok és a sajtó képviselőit. Az értékelést a vendégekkel és a vendégek vezetőedzőjével Vladin Maticsal kezdjük. Hogy értékelte, hogy látta a találkozót, milyen gondolatai vannak a meccs végén? Jó estét mindenkinek, szeretném először gratulálni a gyöngyösi csapatnak, meg a Balazsnak. Őszinte megmondom, amikor készültünk a videózás közben, meccs néztem, láttam egy jó összeszokott csapat, egy nagyon erős egyéni nagyon erős csapat, aki ilyen modern kézilabda játszanak, nagyon erősek egy-egy jelen, ebből csinálnak ilyen húzások jobbra-borra, és kicsit féltem ezt a meccstől, mert a kiváló formában is van a Gyöngyös, amit eddig láttam, és akkor összes felkészülési meccset meg is nyertek, úgyhogy tudtunk, hogy nagyon nehéz feladat lesz. Iszonyatos rosszul kinyitottak a meccset, nem tudom, mi volt ez a 5-0 sorozat, és akkor valószínűleg maradtunk mindig a buszon, és akkor kijöttünk, kezdtünk játszani, de ez a baj, hogy egész meccs futottunk eredmény után, és a vége fele, úgy gondolom, ez a döntetlen egy reális eredmény, mert megérdemeltünk, amennyire bíztunk, de úgy látom, hogy sokat kell, hogy csiszolunk a játék. Én vagyok az új edző, meg pár új játékos a csapatunkban, úgyhogy sok munka vár ránk, de úgy gondolom, hogy gyöngyösen egy pont szerezni abszolút nem rossz eredmény nekünk. Köszönjük szépen az értékelést. A hazai csapatvezető edzőjével, Bíró Balázzsal folytatjuk. Hogyan láttad a mérkőzést, aminek az első fél idejében végigvezettünk, és gyakorlatilag a végjátékig meg is volt az előnyünk? Köszöntök mindenkit. Én szeretnék gratulálni a Csurgónak az egy ponthoz. Azt gondolom, hogy ez a várakozásoknak megfelelően nagy csodát hozott ez a találkozó. Nem fogok mellé beszélni, iszonyatosan mélyes vagyok. 1-30 másodpercet vezetett az ellenfelzen a mérkőzése. Azt gondolom, hogy domináltuk a találkozót, volt 24-19-ünk, volt 28-25-ünk. Úgy látszik, hogy az utolsó 10 percben túlságosan keményen védekeztünk, abból 10 percben 6-ot voltunk ember átlányban. Ezt közelebb erre figyelnünk kell. Viszont is nagy űr van benne, nagy hiányérzet, mert bármennyire tisztelem a Mátke munkáját, meg az egész csurgói csapatot, meg tényleg azt gondolom, hogy ez egy hatalmas csata volt. Azt gondolom, hogy így, hogy vezettünk 59,5 percet, szerintem lehet, hogy megérdemeltük volna még egy pontot pluszba. De ez sajnos a kutyát nem érdekli az, hogy én mit gondolok. A srácok szívüket, lelküket beletették. Szerintem látszott, tényleg megdöglöttek a pályán, persze, hogy volt a kivág, nyilván volt a kivág. A másik fél a védekezésünk felpúlt, nem volt kapus teljesítmény, ott azt hiszem egy védésünk volt 30 perc alatt. De mondom még egyszer, nem tudom őket olyan értelemben hibáztatni, majd megnézzük, meg nem ragadhatunk benne ebbe a szituációba, úgyhogy jól játszottunk, de sajnos csak egy pont lett. Nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy miket hibáztunk, de most még iszonyatosan nagy hiányérzet, meg egy űr van bennem, mert azt gondolom, hogy nagyon ritkán történik meg, hogy 59,5 percig vezetünk egy csúrba ellen, ilyen még mióta én ittől nem történt. És azt érzem, hogy a végén még nekünk kellett szorítani az X-ért. Tehát ez nyilván tanul, ilyen a kézilabda, meg ilyen frázisokat tudok mondani, de legalább megvan egy pont, hát ez is több, mint a semmi, úgyhogy nem tudom, a jövő héten megpróbáljuk megvenni azt a kombót, aki ezen a héten Fradit vett, az se lesz könnyebb. De hát az egész bajságban, úgyhogy mi meglátjuk arra, és megpróbálunk tisztességesen felkészülni. Nyilván Csurgón további sok sikert kívánok, és gratulálok nekik, mondom még egyszer a megszerzett egy ponthoz, mert bízom benne, hogy tényleg a jövő fog eldönteni, hogy ez itt az itt megszerzett egy pont, az tényleg nagy dolog-e. Én abban bízom, hogy ez nagy dolog, mert az azt jelenti, hogy jövőben jók leszünk, de majd ezt az idő eldönti. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az értékelést. Folytassuk a mérkőzés játékosaival, elsőként a csurgóiakéval, Pap Tamással. Hogyan éltétek meg a pályán ezt a csatát? Én is köszöntök mindenkit először, és gratulálok a Gyöngyösnek. Hát igazából tudtuk, hogy egy nagyon kemény meccs vár ránk itt Gyöngyösen, mert itt mindig megküzdünk a pontokért, bárkivel is vagyunk itt. Úgy gondolom, hogy nem szabad ilyen tetemes előnyt adni már a legelején a
ellenfél csapatnak, legyen az Gyöngyös, legyen bárki. Utána tényleg futottunk az eredmény után, küzdöttünk, második fél időben visszajöttünk egyre, megint elmentek öttel, megint egy lett, szóval ez egy nagy küzdés volt, örülök nagyon az egypontnak, így az egész meccset tekintve, és gratulálunk magunknak, folytatjuk a munkát, jövő héten menjünk Győrbe, szóval lesz még dolgunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. A hazaiak játékosával, Edwards Olivérrel zárjuk ezt a sajtótájékoztatót. Ti hogyan éltétek meg a pályán ezt a mérkőzést? Először is gratulálok a csúrán, jót küzdöttek velünk. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, 5-0-ra vezettünk. Én úgy éreztem, hogy ott van egy olyan előnyünk, amit a meccs végéig is talán meg tudunk őrizni. Úgy láttam, hogy az első fél időben voltak kis hiányok még támadásban. Mehettünk volna egy kicsivel többen a szünetben, de a védekezés az nagyon jó volt. Második fél időben sajnos a védekezés kicsit puhább lett, meg a hét a hatja nagyon jól működött a csurgónak. Összességében csalódott vagyok, mert szerintem nyernünk kellett volna. Itt a végén az utolsó 5 percben történtek olyan dolgok, amikkel elvesztettük ezt a 2 pontot. Dolgozunk tovább, és jövő héten megverjük a Kommunit. Legyen úgy. Köszönöm szépen mindkét csapatnak, további sok sikert kívánok! Köszönöm.